Mai első vendégünk, tehát Brenner Kolomán, mert tisztelettel köszöntjük, az országgyűlési képviselő, a Jobbik része, aki a külügyi bizottság alelnöke is. Ennél is inkább fontos és érdekes, hogy a tegnap történtek miatt az ő személye, akit jó reggelt, jó reggelt kívánunk, és ma reggel... nekem szombaton lesz. Köszönöm, viszont. Jó reggelt kívánunk, és a ma reggeli kérdezőtársunk, a 168 óra főmunkatársa, Unyatyinszky György, vágjunk is bele. Jó reggelt kívánok, képviselő úr. Éppen a minap arról beszélt a parlamentben, hogy bolond igazából az az illető, aki tanárnak áll az utóbbi időben. A kormányhoz közelebb álló médiában ennek azért volt némi visszhangja, és bár értem, hogy a munkakörülményekről, és értem, hogy a munkajogok tekintetében az őket ért sérelemről beszélt elsősorban, ezt a jelzőt mennyire érzi egyébként így korrektnek, vagy ideálisnak, amikor egyébként a régi kollégáiról tesz megjegyzést? Avagy az is bolond, aki Magyarországon pedagógus lészen. Ez volt az idézetem. Aki nem is feli fel a verset, az bizonyos kulturális hiányosságról tesz az bizonyságot. A Fidesz média erről híres, hogy ők általában úgy szoktak értelmezni, mondjuk egy ilyen parafrázist, amit én ugye kedves nézők bizonyára felismerik tettem. Én egy hosszú napirend előtti felszólalásban rámutattam a magyar pedagógusok sanyaró sorsára, arra, hogy a legutóbbi felmérések szerint, például az Eötvös Loránd Kutatóintézet felmérése szerint, az elmúlt évtizedben minden oktatási mutató romlott hazánkban. A kiemelkedően magas munkaterhelés mellé az EU-OECD tagállamok legalacsonyabb munkabére jár a magyar pedagógusoknak. Én ezeket a nagyon szomorú tendenciákat ostoroztam, és erre volt reakció ez a versor. Nézze, hogyha ugye ennyire egyetérte igazából a pedagógusok követeléseivel, akkor a pártpolitikának milyen lehetőségei vannak egyébként, hogy, illetve a Jobbiknak milyen elképzelései vannak, hogy ezt az ügyet egyébként felkarolja, mert azért a parlament finoman szólva is, illetve az ellenzéki képviselői munka meglehetősen korlátozott a tapasztalatok szerint az elmúlt 12 évben. Ez így van, ugyanakkor, ahogy most arról beszélünk, és a médiában is az jelent meg, hogy én mit beszéltem a Magyarországgyűlésben, én azt gondolom, hogy ki kell használnunk ezeket a felületeket is, hiszen nagyon kevés az a felület, ahol szélesebb közben felé el tudjuk azt mondani, hogy a Jobbik az ellenzék jobb-közép-konzervatív pártjaként kiemelt nemzetstratégiai ágazatnak tekinti az oktatást. Ahogy elmondtam, válságidőszakban nemhogy 6, hanem 8%-át kellene a magyar nemzeti összterméknek oktatásra fordítani, hiszen ez a legjobb válságkezelés minden eddigi tapasztalat szerint, hogy Gróf Klébezőr Kunóról már ne is beszéljük. Ugye, hogy bocsánat, csak egy a témához kapcsolódó kérdés, ami tegnap hangzott, pontosan magyarázat Semmény Zsolt részéről, aki azzal nyugtatta a tanárokat, hogy ne aggódjanak, hogy az egészségügyben, úgy majd az oktatásügyben is rend lesz, mert hogy majd Pintér Sándor kezébe veszi a dolgot. Mennyire tartja ön ezt megnyugtató információnak? Azt szerintem egy szegénységi bizonyítvány, hogy ebben az Orbán kormányban Pintér Sándor alá került mind az oktatás, mind az egészségügy, hiszen ez azt jelenti, hogy az eddigi miniszteriális struktúra megbukott, ezt mi 12 éven keresztül mondtuk egyébként itt ebben a stúdióban is. Szerkesztőként én többször elmondtam, hogy az EMMI, az Emberi Erőforrások Minisztériuma azért volt egy bukott koncepció, mert minden olyan területet összetolt, úgyhogy azt ne lássa Orbán Viktor, ha lehet a kormányülésen, ami pénzbe kerül, és gyakorlatilag viszont a 21. században, a tudás és az információ évszázadában kiemelten fontos, tehát én azt gondolom, hogy ez egy szegénységi bizonyítvány, és azt jelenti, hogy Pintér miniszter úr a meghallgatásán ugye nem ígért semmit a pedagógusoknak, erre is reagált. Azt viszont betartja. Azt viszont betartja, hát köszönjük szépen. Jelzem, ugye továbbra is a sztrájkról szeretne tárgyalni a pedagógusok szakszervezete, és azt gondolom, hogy ennek lesznek következményei, hiszen az, hogy a Deák téren én töltem német szakos középiskolai tanár, az alapvégzettségem, bár ugye nyelvész vagyok szakmám szerint, kódolni kényszerül, annál jobban szerintem szimbolikájában semmi nem fejezte ki azt, amire vonatkozott az évvel sorom. Azon túl, hogy ugye Pintér Sándor azt mondta, hogy nem ígér semmit, és azt betartja a tanároknak, ugye azért az is egy erős üzenet volt, hogy elfogadták azt a törvénymódosító javaslatot, amely szerint egy sztrájk esetén is úgy néznek ki a munkabeszüntetés, hogy mindenhol biztosítani kell a gyerekfelügyeletet, az étkeztetés, csoportokat nem lehet összevonni, a tanórák 50%-át meg kell tartani az érettségiző gyerekeknél, a tantárgyak 100%-át az érettségi tárgyakból, és még a sztrájkolókat is lehet munkára utasítani. Magyarán a sztrájk nem nagyon látható. Ilyen körülmények között felelősen ön, mint ellenzéki politikus, mit tanácsolna egy pedagógusnak? Sztrájkoljon, küzdjön, hagyja el a pályát,
Mit lehet tenni? Én szerintem nekünk azt kell most tennünk a fideszes egypárti túlhatalom 13. évében, amit annak idején, én jól emlékszem rá, a kommunista egypártrendszer utolsó évtizedében az akkori ellenzék tett. Tegyünk úgy, mintha egy kiegyensúlyozott polgári demokráciában élnénk, és éljünk a jogainkkal. Az felháborító, hogy felelős értelmiségieket, én így kezelném pedagógus kollégáimat, nem pedig úgy, mint a Fidesz, egyszerűen, és nem csak őket, hanem minden munkavállalót a Fidesz gyakorlatilag megfosztott az egyik legalapvetőbb jogoktól, a sztrájkhoz való jogoktól. Hiszen ezek a minimális feltételek, amelyeket szerkesztő asszony most elsorolt, ezek nem teljesíthetők a mai magyar valóságban, az oktatás rendszerében egy csomó helyen. Tehát gyakorlatilag most egy olyan dologra köteleznék sztrájk jogcímén a magyar pedagógusokat, amelyeknek nincsenek meg a feltételei sem a jelenlegi oktatási rendszer. Választát azzal kezdte, hogy tegyenek úgy a pedagógusok, mintha minden rendben lenne, és bekeljék ki a következő X évet? Nem, azt mondtam, hogy viselkedjenek úgy, mintha egy kiegyensúlyozott polgári demokráciában élnénk. Hát és én erre használtam a kibekelni szót. Nem, én ezt úgy értettem, hogy gyakorlatilag a polgári engedetlenség eszközét én egy olyan eszköznek tartom ebben az összefüggésben. Még egyszer mondom, ahogy annak idején a kommunista egypártrendszerben az akkori ellenzék, ugye úgy tett, mintha a törvények valós törvények. Amit azonban Pintér Sándor nem tud értelmezni a magyar jogrendben. Ezt nem értelmezi, és lehet, hogy ő más fog hozzáállni, hogyha valaki polgári engedetlen. Én azt gondolom, hogy ebben az esetben egy olyan szociális és gazdasági válságban, amiről talán még ma is itt beszélni fogunk. Én azt gondolom, hogy nagyon meg fogja fontolni, mint Pintér Sándor, mint Orbán Viktor és a Fidesz, hogy valóban a magyar pedagógus társadalomnak egy nyílt hazaüzenetet küldjön, én ettől óva inteném a Fideszt. Bocsánat, itt a hadüzenetet említette. Annó a túlóra törvénye volt talán utoljára olyan munkaügyekkel kapcsolatos közös ellenzéki kiállás, ami valamit próbált, vagy jobb belátásra próbálták bírni igazából a kormányt. Tekintettel arra, hogy a pedagógusok még a sztrájkjukat is meglehetősen nehezen szervezik meg, és az eddigi ellenállás az túlzottan nem nevezhető sikeresnek, milyen eszközöket lehet arra, hogy ezt az akaratot érvényesíteni tudják ön, mint ellenzéki politikus? Én nem úgy gondolom, hogy az eddigi ellenállás haszontalan volt. Tehát én azt, hogy a választási kampány utolsó időszakában ez esetleg nem volt annyira látványos, mert ugye rengeteg olyan téma volt egy választási felfokozott érzelmi állapotban, ami egy kicsit ezt a tanárok sztrájkját egy kicsit háttérbe szorította, de az, hogy most is erről beszélünk, az én szememben azt mutatja, hogy a kollégák akkori fellépése az nem volt haszontalan, éppen ellenkezőleg. És én azt gondolom, hogy azzal, hogy most megint a pedagógus szakszervezetek kérik a kormányt, hogy jelölje ki azt a szemét, aki velük letárgyalja a sztrájk részleteit, és folyamatos nyomásgyakorlással kell ezen az úton tovább haladni. Utolsó kérdésként talán ebben a témában, aztán rengeteg más is, amit meg kéne beszélni, nem gondolja azt, hogy tulajdonképpen kontraproduktív lett ez a szigor Pintér Sándor részéről, mondjuk a sztrájk jog korlátozásával kapcsolatban, mert hogy akkor mi marad, vagy ha sztrájkolnak mondjuk, vagy az engedetlenség eszközével élnek a pedagógusok, mit tudnak tenni, legfeljebb kirúgják őket, úgymond, mi lett a legnagyobb büntetés, ugye akkor pedig a második verzió lép életbe, amiről beszéltünk, ugye, hogy vagy sztrájk, vagy hát veszik a kalapjukat és elmennek, akkor viszont ki fog tanítani tényleg az a kormányt is, akkor lehetetlen helyzetbe hozzá, nem? Én erre utaltam, szerkesztő úr, tehát én azt gondolom, hogy megfelelő fellépéssel igenis ebben a kérdésben ezt Pintér Sándor és a Fidesz nem tudja egyfajta rendészeti kérdésként megoldani, ahhoz ez egy túl olyan kérdés, ami a magyar társadalom széles rétegeit érint, tehát mindenkinek jár gyereke, unokája iskolába, tehát én azt gondolom, ahogy szerkesztő úr mondja, hogy már most is egy csomó helyen, főleg a leszakadó és kisebb településeken a egyre nagyobb létszámban szorulnak ki a magyar gyermekek és fiatalok a minőségi oktatásból, ez katasztrófához fog vezetni, ezt senki nem kockáztathatja felelősen. Még itt említette az OECD rangsor alapján, hogy ugye 6% a magyar, 6%-et 8%-ot kellene költeni önök szerint oktatás ügyre. A jelenlegi gazdasági helyzetben, és tekintettel arra, hogy egyébként az ellenzék is arra készült, hogy valamiféle gazdasági konszolidációt kellene megejteni, még a választások előtt, tehát a program alkotás is ezt figyelembe vette. Milyen mozgásteret lehet erre egyáltalán, hogy ez még az önök elképzelése szerint megvalósítható lett volna, milyen forrásokat allokáltak volna ide és honnan?
ugye ez mindig értékválasztás, tehát a magyar adófizető polgárok pénzéből összeállt magyar költségvetés nagyon komoly mozgásteret nyújt. Az egy politikai döntés, és értékválasztás, és mondjuk Jobbik, mint jobbközép nemzeti párt, ahogy említettem, kiemelt nemzetstratégiai ágazatnak tekinti az oktatást, akkor odarak 8%-ot a magyar költségvetésből, és mondjuk bevezet olyan különadókat, amelyeket mondjuk a Mészáros Tiborc és Garancsi különadókkal lehetne mondjuk megnevesíteni, hogy a közteherviselésben az elmúlt 12 évben az EU és a magyar polgárok forrásaiból bizonyosan extra profitra szertevő mondjuk fideszes oligarchák vegyenek részt mondjuk most a közteherviselésben, és egyébként pedig, amikor mondjuk tárgyaljuk június 7-től ismét költségvetést tárgyal a Magyarországgyűlés, amikor tárgyaljuk a Magyarországgyűlésben a költségvetést, hogy akkor első blikre a szakértőink még csak a mélységbe se kell bemenni, 600-700-800 milliárd forint olyan költségvetési kiadási tételt találnak, amit simán át lehet csoportosítani. Tehát ez egy értékválasztás és döntés kérdése. Igen, nagyon nehéz gazdasági helyzet van. Miért nem is kapjuk meg az Európai Uniós forrásokat? Teszem fel halkan a kérdést. Talán azért, mert be kellene tartani a joguralmát, és kiegyensúlyozott médiaviszonyokat, és tisztességes polgári demokráciában kellene élnünk, akkor lenne forrás mondjuk az Európai Unióból, és nem pedig hetes cikkel szerinti eljárás. Ha már említette a különadókat, nem az ön által nevesített különadókat veti most ki a kormány, de úgy általában az elvelezek szerint a Jobbik egyetért, csak Zékkárpát Dániel pártársa azt hangsúlyozta, hogy ezt ne lehessen az emberekre áthárítani? Ez pontosan így van, mert ugye az eddigi tapasztalataink ugye azt mutatják, hogy mi, mint jobb-közép-konzervatív párt azzal, hogy a közteherviselésben a multinacionális cégek, a bankok, kaszinók, horrible dictu, trafikok vegyenek részt, mi ezzel mélységesen egyetértünk, de valóban, ahogy Zékkárpát Dániel kedves képviselőtársam is mondta, ugye az eddigi tapasztalatok egy kicsit sanyarúak voltak abban a szempontból, hogy a végén mindig a végfogyasztó, a magyar polgárok fizették meg ezeket a különadókat. Ugye ma a kormányinfon fognak a részletek kiderülni, tehát én felelősen azt gondolom, hogy a részletek ismerete után tudunk erről nyilatkozni, az elvvel egyetértünk, de ne a magyar polgárok fizessenek a végén. Nyilván a tanárhiányra nem lehet megoldás a vendégmunkások behozatala, de más egyéb területeken ez a több mint 100 000 akár távol-keleti vendégmunkás is ön szerint mennyire megoldás hosszú távon a magyar gazdaság problémáira? Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon negatív tendencia, és ez hosszú évek óta zajlik, csak most mondjuk a veszélyhelyzet kapcsán, ugye már azt is megkönnyítette most a Fidesz, az egyébként álságosan migráció ellenesnek mutatkozó Fidesz, hogy a letelepedésüket vagy a munkavállalásukat különösebb eljárás nélkül már engedélyezni lehet. Egyébként ez a tendencia hosszú évek óta zajlik, és ezzel a magyar bérszínvonalat törik le. Tehát gyakorlatilag a magyar munkások, munkavállalók bére azért nem tudott érdemben úgy növekedni, mint mondjuk a szomszédos országokban, Szlovéniáról már nem is beszélek, hiszen ott már szinte osztrák bérszínvonalban, de akár csak Szlovákiában, Csehországban, Lengyelországban, horribilek a Romániában is, ugye a minimál bér már vásárlóértékben nagyobb, mint hazánkban. Tehát ez egy bérletörés gyakorlatilag, és ez egy nagyon negatív tendencia. Én Sopronban, az építésben kizárólag ukránok dolgoznak, és nem kárpátaljai magyarok, hanem ukránok. Hát de ennek, aki legalább így jut szakemberhez, azért örül? Mert ugye szakember hiány van, ember hiány. A szakember hiányt azt úgy lehetne orvosolni, ahogy említettem, hogyha mondjuk nem letörjük a béreket, hanem felemeljük a béreket, és akkor még nem megy el a jól képzett magyar munkaerő nyugatra dolgozni. Az egy más kérdés, hogy nyilvánvalóan az egy jó folyamat, hogy mondjuk Nyugat-Magyarországon az, hogy mindenki Asztriában dolgozik, az valahol a történelmi Nyugat-Magyarország újra egymásra találásnak is egyfajta hát formája, ugyanakkor az azért nem lehet az Európai Unió jövője, hogy 32 évvel a rendszerváltoztatás után mondjuk az osztrák bérszínvonal, vagy a német bérszínvonal még mindig a duplája, ha nem több, mint a magyar bérszínvonal, és az nyilvánvaló, hogy ennek meg kell lenni a gazdasági alapjainak, mert ugye mindig ezt szokták ilyenkor számon kérni, hogy jó, de milyen alapon. Nagyon egyszerű, az Európai Uniós forrásokat mondjuk nem úgy kellene allokálnunk, ahogy azt jelenleg a Fidesz teszi, hanem a magyar kis- és középvállalkozások fejlesztésére, hogy magasabb hozzáadott értékkel magasabb bért tudjanak fizetni a magyar polgároknak. Különadóknál még maradva, hogy
a bankokra kivetendő jövőbeli különadóval kapcsolatban úgy fogalmazotta, hogy úgy fogalmazta a kormánypárti képviselő politikusok, hogy a bankszektor is ugye extra profitra tett szert a magas kamatok révén. Viszont ezek a kamatok pont, hogy azért emelkedtek, mert a Magyar Nemzeti Bank is emelte az alapkamatot. Tehát ő valójában a kormány gerjesztette, vagy ez alapján akkor a kormány gerjesztette a bankoknak ezt a bevételt, amit most külön megadóztatna. Mit gondol, mennyire, egyszerűség kedvéért, mi a kapcsolat, erről, mit gondol erről a kapcsolatról? Én azt gondolom, hogy Matolcsy György nyilatkozatait érdemes most már néhány hónapra visszamenőleg erről nyilatkozni. Ugye legutóbb például azt mondta, hogy hihetetlen nagy válságban van a magyar költségvetés, ugye testnél szabadult a hiány, és így tovább. Ez egy kicsit ellentmond annak a fideszes eddigi propagandának, hogy itt minden rendben van, és ugye itt már csak az eddigi elért eredményeket kell megőriznünk. Ugye itt azért azt látni kell, hogy a Magyar Nemzeti Bank monetáris politikája az hosszú ideig egyfajta ökle volt a pártnak és a Fidesznek, és ez egy olyan másfél-két éve én úgy látom, hogy kicsit megbomlott ez az eddigi tökéletes egyensúly, és a Nemzeti Bank próbál lerakni az asztalra olyan modernizációs csomagot, ahol például az szerepel, hogy az oktatásba többet kellene fektetni, ahol az egészségügybe többet kellene fektetni, a szociális helyzetbe, mert gyakorlatilag az emberekben nem fektetett be ez a kormány 12 éve. Tehát én azt gondolom, hogy itt a bankadókra visszatérve, hogy nyilvánvalóan az, hogy egy banknak az extra profitját valamilyen formában meg kell adóztatni, ahogy mondtam, a különadók általában is azzal, ami Jobbik egyetért, de a részleteket, ahogy megmondtam, meg kell néznünk a mai kormányinfo után, és még elemeznünk kell, és a legfontosabb, a legvégén ne az legyen belőle, hogy aztán a kezelési költség lesz kétszer annyi, mint eddig, és a magyar polgárok fizetik meg a bankadót is külön. Brenner Kolomán, köszönjük szépen, hogy itt volt. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen.